Tizedik fejezet. A retteget kísértet. Tarzan egy magaságon üldögélve szemügyre vette az ültetvényen túli zsupfedeles kunyhóból álló falut. Észrevette, hogy az erdő egy ponton benyúlik a faluig. Arra felé vette hát az útját. Égette a kíváncsiság, hogy saját fajtája beli állatokat láthasson, többet tudjon meg szokásaikról és szemügyre vegye furcsa odujukat, amelyben laknak. Mint hogy a dzsungel fenevadjai között érte le a maga barbár életét, fel sem merült benne a gondolat, hogy ezek a lények itt mások is lehetnek, mint ellenségei. A külső hasonlóság ellenére sem támadt az a téveszméje, hogy valamiféle szívies fogadtatásba volna része, ha saját fajtájának eme először látott képviselői felfedeznék. Tarzan nem volt szentimentális lélek. Mit sem tudott az emberek testvériségének eszméjéről, a saját törzsén kívül minden élőlény halálos ellenségnek számított, eltekintve a ritka kivételtől, amelyre Tantor volt a példa. Tarzan ezt mindenféle gonoszság és gyűlölet nélkül könyvelte el magában. Az általa ismert vadvilágnak alaptörvénye volt a gyilkolás. Primitív szórakozásainak száma csekély volt, de a legnagyobbnak ezek közül a vadászat és a gyilkolás számított. Ezért elismerte másoknak is azt a jogát, hogy az övéhez hasonló vágyakat tápláljanak magukba, még ha ő maga vált is ezzel áhított vadászsákmányjá. Ez a különös élet nem tette őt sem mogorvává, sem vérszomjassá. Az, hogy örömét lelte a gyilkolásban, hogy gyilkolás közben örömteli mosoly játszott ajkán, nem az ösztönös kegyetlenségének jele volt. Leggyakrabban élelemszerzés céljából ölt de ember lévén ölt néhát képtelésből is, amire semmilyen más állat nem betemedi. Mert a világ minden teremtményei közül az ember az egyetlen, amelyik értelmetlenül és indokolatlanul öl, pusztán azért, mert örömöt szerez neki, ha szenvedést és halált okozhat. Amikor pedig bosszúból vagy önvédelemből ölt, ezt is mindenféle hisztéria nélkül tette. Hiszen nagyon céltudatos cselekedetről van szó, amely nem tűlt semmiféle könnyelműséget. Ezért aztán, amikor most óvatosan közeledett Mubonga faluja felé, teljes egészében felkészült arra, hogy ölni fog, vagy őt fogják megölni. Rendkívül elővigyázatosan haladt előre, mert kulonga megtanította arra, hogy illő tiszteletet tanítson a fából készült hegyes botok iránt. Végül egy nagy, sűrű lombufához ért, amelyet elborítottak a hatalmas kúszó növények lecsüngő indái. Ebbe a falu fölött elhelyezkedő, szinte megközelíthetetlen lugasba vette be magát, s figyelte az odalent zajló eseményeket. El elcsodálkozott az ismeretlen, különös élet minden mozzanatán. Gyerekeket látott, akik mesztelenül rohangáltak és játszadoztak a falu utcáin, asszonyokat látott, akik kezdetleges kőmozsaraikban szállított banán törtek apróra, mások lepényt készítettek a őrölt anyagból, Kinn a földeken is voltak asszonyok. Ezek kapáltak, gyomláltak vagy gyűjtögettek. Mindannyian testüktől elálló száraz fűből készült szoknyát hordtak a csípőjükön, és sokuk karját, csuklóját és bokáját borították sárga és vörös részből készült karikák. Jó néhányuk fekete nyakában darabkákból érdekes módszerrel összefűzött láncok lógtak. Ezen kívül sokukat ékesítették még hatalmas orkarikák is. Tarzan egyre növekvő álmulattal figyelte ezeket a különös lényeket. Látta, hogy az árnyékban számos férfi szunyókál. A tisztás legszélén időnként fegyveres harcosokat pillantott meg, akik szemmel láthatóan a falut védelmezték az ellenség rajta ütésszerű támadásaival szemben. Feltűnt neki, hogy csak a nők dolgoznak. Még véletlenül sem látott egyetlen férfit sem, aki a földet művelte volna, vagy a faluba végzett volna bármilyen házkörüli munkát. Szeme végül a közvetlenül lába alatt serénykedő nőn állapodott meg. Az asszony egy kis üs mögött állt, amely alatt lassú tűz égett. Benne sűrű, vöröses, kátrányszerű massza fortyogott. A nő egyik oldalán nagy halom, fából készült nyilvessző hevert, amelyeknek a hegyét belemártotta a rotyogó kocsvalékba. Majd ráhelyezte a gajakból font alacsony sarogjára, amely a túloldalon állt. Tarzan megbűvöltem figyelte, ez hát a titka annak, hogy a nyilas apró lövedékeinek miért oly rettenetesen pusztító a hatása. Felfigyelt arra, hogy az asszony mennyire vigyáz, nehogy hozzáérjen kezével az anyaghoz. Egyszer, amikor mégis az ujjára fröccsent egy kicsi belőle, látta, amint gyorsan egy vizes edénybe mártja a kezét, majd az apró fótot egy marék fa levéllel dörzsöli le. Tarzan mit sem tudott a mérgekről. Éles eszével azonban rájött, hogy ez a halált hozó anyag az, amelyik öl, nem pedig a kis nyilvessző, amelynek pusztán az a rendeltetése, hogy eljutassa az anyagot az áldozat testébe. Mennyire szeretett volna még ezekből a kis halált hozó botocskákból? Ha az asszony legalább kis időre abba hagyná a munkát, gyorsan leereszkedhetne a földre, összeszedhetne egy jó marékkal és újra visszamászhatna a fára, még mielőtt a másik hármat lélegzik. Miközben valami jó tervet próbált kiadjalni, amely elterelhetné az asszony figyelmét, egyszer csak vad ordítás hallatszott a tisztás túlsó vége felől. Tarzan felnézett, és azt látta, hogy egy fekete harcos áll pont az alatt a fa alatt, amelyen egy órával korábban megölte kalagyilkosát. A fickó hangosan kiáltozott, és megrázta a feje fölé emelt láncsát. Időről időre a lába előtt a földön fekvő valami felé mutogatott. A falu egy pillanat alatt megbojdult. A kunyhók belsejéből fegyveres férfiak csörtettek elő, és rohantak a tisztáson át az izgatott törzem felé. Nyomukban ott ülekedtek az öregek, az asszonyok és a gyerekek. Végül a fajuk teljesen elnéptelenedett. Tarzan tudta, hogy áldozatának tetemét találták meg. Ám ennél sokkal jobban érdekelte őt az a tény, hogy senki sem maradt a faluban. Senki nem akadályozhatta meg őt abba, hogy megdésmája a lába alatt felhalmozott nyílvesző készletet. Gyorsan és nesztelenül leereszkedett a földre a méreggel teli üst mellett. Egy pillanatig mozdulatlan nádermet és csillogó fürge szemével végigpásztázta a kerítésen belüli területet. Senki sem mutatkozott. Tarzan szeme egy közeli kunyhó nyitott bejáratán állapodott meg. Be kellene oda kukkantani, gondolta, ezért óvatosan megközelítette az alacsony zsukfedeles építményt. Egy pillanatra megállt a bejárat előtt, és feszülten hallgatózott. Semmilyen hangot nem hallott, így azután gyorsan besúrant a kunyhó fél homályos belsejébe. A falon körben fegyverek lógtak. Hosszú lándzsák, különös formájú kések, néhány hosszúkás pajzs. A helyiség közepén főzőedény látszott, túlsó végébe pedig gyékény fonattal letakadt nagy halom száraz fű. Nyilvánvalóan ágy és ágy nem ügyanánt szolgált tulajdonosai számára. A földön számos emberi koponya hevert. Tarzan minden egyes tárgyat megtapogatott, megemelte és megszagolgatta a lányzsákat. Nagy Nagyrészt érzékeny és igen kifinomult orrával látott. Úgy döntött, hogy kell neki ilyen hosszú hegyes pálca, de ez alkalommal nem vette el egyiket sem, mivel a nyilveszőket készült magával vinni. Egyenként leszedegette a falról és kupacba hordta össze a tárgyakat a helyiség közepén. Az egésznek a tetejére rárakta a felfordított főzőedényt, annak a hegyébe pedig az egyik vigyorgó koponyát, ráerősítve a halott kulonga fejdíszét. Aztán hátralépett, megtekintette a művét és elvigyorodott. Tarzan jót mulatott a saját tréfáján. Ám most kívülről sok ember hangja, panaszos kiáltozása és hangos jajveszékelése hallatszott. Tarzan összerezzent. Túlságosan sokáig maradt volna ideben? Gyorsan odament a bejárathoz, és végignézett a fő utcán a falu kapuja felé. A benszülöttek még nem látszottak, pedig tisztán hallotta, mint az ültetvényeken keresztül közeledtek. Egészen közel kellett lenniük. Mint a villám, úgy ugrott oda az ajtónyíláson át a halomban álló nyilveszőkhöz. Összeszedett annyit, amennyit csak egyik hóna alatt el tudott vinni. Egyetlen rugással felborította a rotyogó üstöt, és épp akkor tűnt el a magasban a lombok között, amikor a visszatérő benszülöttek közül a legelső belépett a kapun a falu utcájának túlsó végén. Aztán figyelni kezdte az udalen zajló eseményeket. Úgy helyezkedett el az ágon, mint valami vadmadár, aki készen áll arra, hogy a végveszély legelső jelére villámgyorsan felröppenjen. A benszülöttek végigvonultak az utcán. Négyen vitték kulonga holtestét, Mögöttük pedig különös kiáltásokat hallatva és felőtt rázó jajveszékelés közepette az asszonyok lépkedtek. Elvonultak egészen kulonga kunyhójának bejáratáig, ugyanaddig a kunyhóig, amelyet tarzan feldúlt. Talán egy fél a léphettek be az építménybe, amikor az elsők már is teljesen megzavarodva, vadul handabandázva rohantak elő. A többiek sietve köréig gyűltek. Izgatott gesztikulálás, mutogatás és karattyolás kezdődött. Majd a harcosok közül jó néhányan közelebb merészkedtek és bekémleltek. Végül egy idős férfi, aki karján és lábán rengeteg fénykarikát viselt, nyakából pedig szárított emberkezekből készült lánc csüngött a mellére, belépett a kunyhóba. Böbonga volt a király, kulonga apja. Néhány pillanatig csend volt. Aztán, amikor Mbonga újra megjelent, babonás félelemmel vegyes harag ült rémséges ábrázatán. Néhány szót szólt az összes ereglet harcosokhoz, és a következő pillanatban a férfiak már is szétfutottak a kis faluban. Aprólékosan átvizsgáltak minden kunyhót, minden zugot a cölöpkerítésen belül. Alig, hogy a falu átkutatása megkezdődött, már is felfedezték a felborított üstöt és egyben a mérgezett nyilak megdésmálását. Senki más nem találtak. Amikor a vademberek pár pillanattal később királyuk köré csődültek, nagyon rémült ilyet csapat benyomását keltették. Möbonka a lezajlott különös események közül egyikre sem tudott magyarázatot adni. Elég rejtélyes dolog volt már az is, hogy kolonga még beleg testére rátaláltak, pont földjeik szélén és a faluhoz képest jócskán halló távolságon belül, megkéselve és kifosztva apja otthonának küszöbén. De ezek az utóbbi rémséges felfedezések a faluba a halott kulonga saját kunyhójában végképp rémülettel töltötték el szívüket. Nyomorult agyukban a legijesztőbb babonás magyarázatok keltek életre. Kis csoportokba verődve áldogáltak, halkan beszélgettek és tágra nyílt szemüket forgatva újra meg újra rémülten maguk mögé pislogtak. Tarzan egy ideig figyelte őket az óriási fatetején lévő rejtek helyéről, sok minden volt a viselkedésükben, amit nem tudott megérteni. A babona teljesen ismeretlen valami volt számára, és bármi fajta félelemmi bellétéről is csak homályos elképzelése volt. A nap magasan járt az égem. Tarzan már egy napja koplalt, és jó néhány mérföldet kellett megtennie még addig a helyig, ahol horta a vaddisznó ízletes maradványait elrejtette. Ezért aztán hátat fordított Möbonga falujának, és eltűnt az erdő lombos sűrűjében.